Újra és újra közbiztonsági problémát okoznak a migránsok Észak-Vajdaságban, a magyar határ közelében. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője ezt a kérdést vetette fel a szerb parlamentben. Arról kérdezte Ana Brnabić szerb kormányfőt, mit kíván a kormány tenni ebben az ügyben. Most Pásztor Bálintól azt kérdezem, mit válaszolt a kormányfő és mit indítványoz a Vajdasági Magyar Szövetség. Képviselő úr, 4,5 évvel ezelőtt is ugyanezeket a kérdéseket vetette fel. Történt-e azóta változás, változtak-e a kérdések? Napra pontosan 4,5 évvel ezelőtt beszéltem az illegális migránsok által okozott gondokról a parlamentben. A kérdések nagyon hasonlóak, időközben annyi változás történt, hogy Magyarország kormánya kiépítette az ideiglenes határzárat, és ez azt eredményezte, hogy egészen az utóbbi hónapokig elkerült bennünket ez az áradat, illetve sokkal kisebb mértékben volt jelen, mint hogyha az ideiglenes magyar határzár nem épült volna ki. Éppen ezért az bennünket, vajdasági magyarokat is véd. Néhány hónappal ezelőtt azonban nagyobb számban újra megjelentek az illegális migránsok, és több olyan településen okoznak gondot, amelyek határmentiek, Magyar-Kanizsa községhez, Szabadkavároshoz, Zomborvároshoz és Török-Kanizsa községhez tartozó települések ezek. A szerb kormány álláspontja és a kormányzó pártok álláspontja az, hogy a migránsokat be kell fogadni, integrálni kell őket. A Vajdasági Magyar Szövetség egyedüliként szólalt fel ez ellen. Mi az önök álláspontja? Igen, a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen szerbiai parlamenti párt, amely küzd az illegális migrációk ellen. A mi álláspontunk az, hogy a déli határait kellene Szerbiának védenie. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem Szerbia okozta ezt a problémát, és Szerbia nem is oldhatja meg az illegális migrációknak a kérdését, de mi azt szeretnénk, hogyha a szerbiai állampolgárok, így a vajdasági magyarok érdekei kerülnének a fókuszba, és hogyha intenzívebben tevékenykednének a szerbiai állami szervek olyan értelemben, hogy megvédjék a mi polgárainknak a biztonságát, hiszen az történik most jelen pillanatban, hogy több településen beköltöznek nem csak az üresen álló házakba, hanem lakott házakba is, tüzet gyújtanak esetenként, és én arról is beszéltem tegnap a szerbiai parlamentben, hogy ha, és ezt láttuk néhány nappal ezelőtt, arra vetemednek, hogy vandál módon támadást intéznek közvetlenül a határ átkelő mellett álló kerítésre, tehát megpróbálják ezt lebontani és illegális módon, vandál módon egy szuverén állam Magyarország területére lépni, akkor, és azzal fenyegetőznek, hogy ezt meg fogják ismételni, akkor mit várhat a mi lakosságunk? Éppen ezért arra kértem határozottan a miniszterelnököt tegnap a parlamentben, hogy igazoltassák ezeket az embereket, legyen nagyobb rendőri jelenlét, és védjük meg a hazai lakosságot. Mit szándékozik a VMS tenni ebben az ügyben, vagy tud-e a VMS, mint kisebbségi párt bármit is tenni ebben az ügyben? Egyrészt ezt a kérdést, ezt folyamatosan számon fogjuk kérni, illetve ezeknek a kérdéseknek a megoldását. Ennek a felszólalásnak, illetve annak, hogy egy nappal korábban beszéltem a belügyminiszterrel, az lett az eredménye, hogy kisebb falvakban, ahol nagy számban vannak jelen illegális migránsok, nagyobb mértékben járőrözik a szerbiai rendőrség, és összeszedték ezeket a migránsokat. Tehát mi folyamatosan ezért fogunk síkra szállni. Ezen kívül pedig azt említette a szerbiai miniszterelnök, hogy újra évek után össze fogják hívni a kormánynak azt a migrációs testületét, amelynek ennek a kérdésnek a kezelése a feladata, és erre a VMS képviselője is meghívást fog kapni, ott is határozottan ezeket az álláspontokat fogjuk képviselni. Tehát az illegális migráció nem emberi jog, éppen ellenkezőleg. A migránsokra, az itt tartózkodó migránsokra ugyanúgy a szerbiai törvények vonatkoznak, és azt követeljük a szerbiai állami szervektől, hogy ezeket a törvényeket tartassák be a migránsokkal is. Köszönöm szépen. Köszönöm. A 2015-ös migránsválság idején mintegy 1 millió ember vonult át Szerbián, ők leginkább Magyarország felé mentek, miután felállították a magyar határzárat, csökkent ez a nyomás a határon, azonban az utóbbi hónapokban tovább növekedett, idén körülbelül 4000 próbálkozás volt. A hivatalos adatok szerint Szerbiában jelenleg 6000 migráns tartózkodik.